Sziasztok! Ismét hoztam két olyan növényt, ez esetben fákat, amelyet napi szinten sajnos még mindig nagyon sokan összekevernek. Önmagában azzal, hogy összekeverik, még nem is lenne probléma, azonban ha ezt a növényt szeretnék ültetni, vagy megjelent az udvaron és meg szeretnék tartani, de nem tudják, hogy micsoda, a későbbi ebben komoly bonyodalmakat okozhat. Nézzük tehát azokat a jegyeket, amelyek alapján egyértelműen és nagyon könnyen meg lehet különböztetni. Az egyik lesz az ecetfa, a másik pedig a bálványfa. Nézzük először az ecetfát. Az egyik különbség, ami szemmel is nagyon jól látható, az a méretükből adódik. Az ecetfa 3-5 méter magasságot elérő, tehát ami a kertembe található, gyakorlatilag egy kifejlett példánynak felel meg. Ennek a fának az egyik díszítő értékei, ezek a vöröses bordó termései, tehát ezek nem virágok, hanem a termései, amelyik egész télen rajta maradnak a fán, és majd csak tavasszal kezdenek el lepotyogni, amikor már újra elkezdett hajtani. A következő díszítő értéket a levelei adják, így zölden is igazán szépek, azonban a valódi pompájukat majd ősszel, amikor citromsárga, narancssárga és végül tűzpiros színekben pompázik az egész fa. Ezek a levelek egyébként erősen szőröződtek, nem csak a levélnyíl, hanem a levelek fonáka is ugyanúgy. Illetve azok az 1-2 éves hajtásai is, amelyek még nem fásultak el teljesen, azok is erősen molyhosak. További érdekessége még a ferde szára és a görbe ágrendszere. Meg lehet próbálkozni azzal, hogy egyenes szárat neveljünk, de igazából csak időpazarlás, teljesen felesleges, ez is egy nagyon szép díszítő értéket ad neki. Az ecetfa nagyon sok sarjhajtást fejleszt, mivel a gyökerei sekélyen futnak a talaj felszíne alatt, de ezeket nagyon könnyen kordában lehet tartani. Meg kell hagyni olyan 10-15 cm-es magasságra megnőjenek, egy erős mozdulattal kitépni őket, és így tudjuk elérni azt, hogy csak egyetlen fa legyen a területen. Itt is van térkő, itt is van ágyásszegély, és annak ellenére, hogy jó 100 négyzetmétert már befutottak a gyökerei, egyiket se nyomták fel, egyiket se törték szét, szépen terjeszkedik, mi pedig kordában tartjuk. Meg is mutatok néhány kis apró hajtást. Nálam található példány a torzsás ecetfa volt, de itt az utcában megtalálható a másik fajtája is, a szeldelt levelű ecetfa. És hogy mit is jelent, az pontosan, hogy sarjhajtásokat hoz és elfoglal egy kisebb területet, arra itt egy remek példa. És akkor nézzük most a bálványfát. Ez egy 20-25 méter magasra megnövő fa. Egyenes törzsű, egyenes ágrendszerű, itt a kép szélén látható is. Sokkal intenzívebb növekedésű, mint az ecetfa, akár másfél-két méteres hajtásokat is képes hozni egyetlen szezon alatt, míg az ecetfa csak 30-40 cm-eket. A bálványfa termése sokkal kevésbé látványos, mint az ecetfáé, mint ahogy ez mögöttem is látható. A friss hajtásai teljesen simák, egyáltalán nem szőrözöttek, nem molyhosak, a levélnyíl sem, illetve a levelek hátoldala sem. Bálványfák teljes méretükben. Ők is ugyanúgy sarjhajtásokkal szaporodnak, mint az ecetfák, azonban ez teljesen más jelent esetükben. Sokkal rövidebb idő alatt sokkal nagyobb területet képesek elfoglalni, és teljesen elnyomni a körülötte lévő növényeket. Amíg az ecetfáknak a levelei 30-50 cm-esek,
addig a bálványfáé közel 1 méteres is lehet. Ez például egy 80 cm-es példány. Amíg az ecetfa keltünk egyik égkövön lehet, addig a bálványfa sok bosszúságot fog okozni. Így érdemes nagyon jól megfontolni, hogy melyiket is szeretnénk. Remélem most is tudtam új és hasznos információkkal szolgálni, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!